Több mint 200 éve nem volt ilyen nagy erejű földrengés Haiti térségében, a múlt heti keddi katasztrófa. Akkor a Richter skála szerint 7-es erősségű rengés pusztított, melyet további igen erős utórengések követtek. Ezek következtében a főváros épületének fele romba dőlt, a természeti katasztrófában pedig a legszerényebb becslések szerint is 75 ezer ember vesztette életét, további 250 ezer ember pedig súlyosan megsérült. A térség ivóvízellátásával és élelmezésével is súlyos gondok vannak, emberek százezrei váltak hajléktalanná. A rendőrség egyszerűen kétlenet tartani a katasztrófa által porig rombolt szigeteken, hiszen annak következtében nem csak 4500 profi bűnöző szabadult ki a börtönből a földrengéskor, hanem még az eddigi békés polgárok is törvénytelenséget sorát követik el az életmaradásért. Az egész világ összefogott, a Szigetország megsegítésére péntek éjjel a Viva is élőben közvetíti majd a Segítség Haitinak című adománygyűjtő, úgymond Teleton zenés műsort, melyhez Los Angeles, New York és Haiti mellett immár London is csatlakozott, és amit olyan sztárok fémjelz, mint George Clooney, aki egyébként majd a műsorba vezetni péntek éjszaka, vagy szombaton, Alicia Keys, Christina Aguilera, Justin Timberlake, Kid Rock, Sting, vagy éppen Bruce Springsteen is fel fog majd lépni, mint segély, fellépő a segély koncerten nyilván. Hello Junior! Hello, Steve Wonder is ott lesz. Igen. Nagy kedvenced nyilván. Nagyon nagy dolog, Steve Wonder is ott lesz, mindenki, az egész világ. Köszöntöm kedves vendégeinket, és hát ugye előbb én már Szilviával próbáltam feszegetni ezt a témát, hogy hát eléggé szomorú, hogy ameddig Afrikában vidámság történt éppen az alatt a 10 nap alatt, addig ugye pár kilométerre szinte arrébb, Haiti szigetén pedig ilyen katasztrófa történt. Na most én azon kezdtem el summázni és gondolkodni, hogy vajon Haiti mennyire, ugye pont látunk képeket a városról, illetve a városokról, hogy éppen milyen állapotok vannak jelenleg Haitin, hogy egy ilyen természeti katasztrófát meg lehetne-e előzni. Ugye Amerikában, például Los Angelesben, bár Nick te élték itt, de jobban tudod ezt, ugye ott van pont a Szent András törésvonal, ha jól tudom, Kalifornián keresztül megy. Ugye ott vannak azért olyan műszerek, olyan gépek, olyan szakemberek, akik meg tudják mondani azt pár nappal előtte, hogy mikor lesz földrengés, kb. Milyen erősségű várható, ha lakosságot nem is, de azért nyilvánra fel tudnak készülni valamilyen százalékban. Na most az a kérdés, hogy Haitin vajon, ha 2000 éve történt már ilyen, vajon a jelenlegi technikai felszereltség olyan-e, amivel ezt lehetett volna szűrni, vagy abszolút nem? Hát megelőzni semmiképpen se lehetett volna, hát viszont valószínűleg a helyzet lehet, hogy nem lett volna ennyire súlyos, hogyha rendelkezésre állnak azok a bizonyos műszerek, amik mondjuk kicsit arrébb már igen. Én nem tudom, én nem, annyira nem követtem az eseményeket, hogy ez hogy zajlott. Azt tudom, hogy történt, de körülbelül így ennyit. Nos, de úgy gondolom, hogy ha megelőzni nem tudjuk, akkor mindenféleképpen tegyünk azért, hogy utólag így valamit segíthessünk az embereket. Igen, az amerikai kormány rengeteg katonát küldött most egyébként Haitira. A mai napig ugye most ebben a percben is rengeteg katona dolgozik ott. Rengeteg segélycsomagot küldenek különböző országokból, ha jól tudom, mint segélycsomag. És ugye, mint azt előbb is mondottam volt, lesz egy hatalmas nagy Teleton jellegű adomány, illetve segélyakció, segélykoncert, amikor is a több pont összekapcsolásában, mert ezt szombaton éjszaka fogjuk majd látni. És nyilván a befolyt összeget majd a haiti lakossága fogja megkapni, és illetve a haiti kormány. Én nem tudom egyébként, hogy ilyen témában milyen kérdést tehetnék fel nektek, őszintén szóval. Én arra mondtam, hogy inkább beszélgessünk arról, hogy lehet-e egy ilyen országot, egy ilyen várost újjáépíteni. Gondoljunk csak, hogy a Katrina hurikán utána mi történt. Szóval, hogy alapvetően van-e esély arra, hogy ezek az emberek új életet tudnak majd kezdeni, vagy sem? Szerintetek? Van erre lehetőség, mód? Az adományokkal biztos. Hát nehogy, hát ez rengeteg pénz. Lassan, biztosan elkezdik újra felépíteni a várost. Hát 1 millió ember lakik éppen az utcán konkrétan. Bűnözés van, több ezer bűnöző van az utcákon, és egyszerűen nem bírják ezt meggátolni. Na most ilyen helyzetben valószínűleg mi is így tevékenykednénk, hogy egyszerűen nincs élelem, nincsen semmi, és el kell menjünk fosztogatni, különben nem üljük meg a másik. Farkas törvények vannak egyébként. Ilyenek előtérve? Hát nem tudom. Szerintem azért az 1 millió embernek azért remélem, hogy több mint az 50%-a, megmerem kockáztatni, hogy akár a 60-70%-a is becsületesebb ennél. Vagy nem? De az a baj, hogy nem erről van szó. Tehát te hiába vagy becsületes, hogyha másnapot nem éred meg, mert nincsen étel, és mindenki fosztrabol folytogat. Például volt egy olyan beszámoló, hírbeszámoló, egy rendőr egy kislányt fejbe lőtt azért, mert egy házból kihozott ilyen kis fényképeket.
és ugye hát nyilván nem az ő háza volt, fényképeket hozott ki a lakásból, vagy ilyen nyomtatott képeket, nem tudom, mit akart vele, a rendőr pedig fogta és fejbe lőtte a kislányt. Tehát ilyen megtorlások vannak, ilyen szintű a megtorlás most Haitin. A békefenntartók jó voltából, illetve hát nyilván ők azért vannak, hogy segítsenek, csak én azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben nem lehet a polgári jogokról beszélgetni, arról, hogy ki, hogy mennyire intellektuális és mennyire, hogyan kéne viselkedni, mert az életben maradásért küzdesz. Nagy vagy küzdenénk? Nyilvánvalóan. Igen. Egyébként pedig helyi rendőr volt, aki lelőtte, most kaptam az információt. Nagy probléma. És egyébként tudunk olyan telefonszámot mondani, amivel tudunk most segíteni? Mi még nem, viszont péntek éjszaka, vagyis már szombatra a Víradó, éjjel 2-kor lesz élő kapcsolás. Három országból, bocsánat, igen, három országból. És akkor lesznek majd élő, ilyen online Úgy tudom, hogy a három nagy cég, mobil cég összefogott, és 1749-es telefonszámra lehet telefonálni, vagy SMS-ben pedig a haiti szót elküldeni. És igen, 1749? Jó, ezt akkor úgyis ki is bügyeztjük. 1749, mondom, emeldi a telefonszám, és akkor 200 forint egy hívás, vagy inkább SMS? Egy SMS, mind a kettő. Mind a kettőt elfogadják. Akkor Nick, ezt nagyon szépen köszönöm, nekem ezt például pont speciál nem tudtam. Aztán meg kell várni ezzel a szombat hajnalt. Tegnap hallottam én a hírekben, hogy 17 millió forint ideig Magyarországról összegyűlt, és ez 30 millió liter tiszta ivóvízre elegendő nekik. Ezt tegnap hallottam idáig. Igen, egyébként az MLD-as hírás. Elkezd gondolkozni az ember, hogy milyenkor a legfontosabb. Tehát mire van szüksége ilyenkor az embereknek? Természetesen ivóvízre mindenféleképpen, ételre mindenféleképpen. És nem tudom, hogy milyen időjárás van itt ilyenkor, de természetesen. Meg azt is hallottam, hogy volt egy idős asszony, aki egy hetet bírt ki romok alatt, egy templom romlai alatt, és azért tényleg elgondolkozik az ember, hogyha mi lennénk abban a helyzetben. És elmesélte, hogy az első két nap alatt még voltak ott többen is, és beszélgetett velük, és próbálta tartani bennük a lelket. És folyamatosan egyre kevesebben lettek, és tehát mit tudom, egyszer voltak öten, négyen, hárman és kis kész, és a végén elmesélte ez az idős öreg asszony, hogy akinek nyílt törései voltak, hogy utána már csak Istenhez tudott beszélni. És azért, hogy belegondolsz, hogy milyen érzés lehet az, hogy ott vagy, és tudod, hogy ott vannak körülötted tényleg az emberek, akik egyre csak elhallgatnak, és utána az van, hogy vajon túlélem a holnapot? Vagy hogy meddig küzdjek? Tehát, hogy jön a felmentő sereg. Tehát érdekes. Hogyha lenne rá lehetőség, hogy mondjuk ti négyen elmehessetek effektíve, mint minek hívják ezt pontosan? Segélyszervezeten keresztül. Hát, önkéntes. Önkéntes, köszönöm szépen, Junior. Mint önkéntes, akkor elmennétek egyébként segíteni? Bármilyen munkáról van szó, ételosztás, ruhaosztás. Simán, és kivisznek, hát és tudok segíteni, persze. Most ez tényleg furcsa hangzik, hogy ja, persze, biztos elmennek, ezt kell, hogy mondjuk. De hogyha belegondolsz, én tényleg ott lennék. Hát, hogyha gyilkoláztunk az ételeket, biztos, hogy jól felfegyverkezve mennénk ki. Tehát azt tudni. Előre mondom, komolyan mondom, sajnáljuk őket, de közben... Több ezer katonát kivezényeltek oda. Tehát semmi, 1 millió ember, és abból mondjuk 200 000 legyen kanibál, és vége mindennek. Tehát ilyen erőszakos hajlamú, aki fosztogat. Tehát az veszélyes. Tényleg nem csak az, hogy rokon szenvezünk szegény emberekkel, hanem tényleg van félelmetes dráma van ott. De legyen nézd meg karddal, egyéb fegyverekkel. Tehát erről beszélek. Borotvágóval, igen, köszönöm. Nagyon nagy dráma. Itt is loptak valamit épp a templomból, vagy nem tudom honnan. Épp szabad, látod a hátsó. És az a probléma, hogy szerintem a rendőrök se tudják megkülönböztetni. Nem tudják, ennyi, mert nem lehet. Kislányt fejbe lőtték. Nem lehet egyszerűen. Gondol bele, hogy profi és amatőr bűnözők van az utcákon konkrétan. Itt is látod, puskával és különböző egyéb fegyverekkel állnak az emberek. A következő kép egy autós lesz, igen, elemlékeztem. Ez valami Wyclef Jean. Ebből tudni filmet fognak csinálni. Egyébként igen, erre gondoltam én is. Szeptember 11-ből is megcsinálták, mikor ezt kérdezze, ez is fognak csinálni. Ti voltatok valaha ennyire kiszolgáltatott helyzetben? Kórházban, otthon, amikor tényleg a segítséget kellett várni, hogy valaki csak jön és segítsen nektek? Hál' Istennek, én még nem. Nem? Soha nem volt ilyen helyzet? De hát Afrikából se véletlenül kerültem haza, tehát hasonló helyzet volt kint. Mi volt kint? Mi azért költöztünk haza, mert nevelő apukámat lelőtték egy étteremben, tehát így hasonló állapotok voltak. És miért lőtték le? Csak úgy bementek kirabolni az éttermet. Azért, ahol szegénység van és az emberek éheznek, akkor sok mindenre képesek. Hát, pontosan erről van most is szó egyébként. Amúgy azt nem tudtam, részt vettem.